az elején izgultam, hogy el kell jönni a táborba. Volt bennem ellenállás. Igazából nem állt távol tőlem a küzdősport. Tudtam, hogy a fizikai kihívások milyen megterhelést jelenthetnek. Erre ugye előtte lévő héten már így edzettem magamat. De mégis, mikor a tábor ideje eljött, azért ott volt bennem az ellenállás, hogy kell ez nekem? Jó ez, hogy eljövök ide? Úgyhogy ilyen érzésekkel vágtam neki a tábornak. Igazából abban segített nekem, hogy egy olyan dolgot tudjak kipakolni, letenni az érzelmi hátizsákomból, amit már évek óta cipelek, és nagyon-nagyon nehéznek éreztem. Ez nem is mindig tudatosult bennem, de mindig ott volt bennem. Ugyanis úgy gondolom, hogy amikor én küzdősportoltam, egy családtagja voltam, és csalódtam bennük. És ez most itt, ebben a táborban a közösségnek oda tudtam adni. Meg tudtam mutatni, hogy ez milyen érzékeny téma számomra. Meg tudtam nyílni mindenkinek, aki itt volt. A barátaimnak, a testvéreimnek és az új családomnak. Úgyhogy igazából nekem nem is az van, hogy adott valamit a tábor, hanem lehetőséget adott, hogy itt hagyjak valamit. És adjak. Nem fogom tovább cipelni a terheimet, nem fogom magamban tartani az érzéseimet, hanem oda fogok állni, és megmondom azt, amit érzek, annak, akinek szeretném, és akkor, amikor úgy érzem. Nem fogok hezitálni, nem fogom szégyenkezve érezni magamat azért, mert valamit úgy gondolok, vagy egy olyan érzés van bennem, ami esetleg megbánthat valakit, ami mélyen belülről jön, azt fogom közvetíteni az életben. Egy nagyon sok emléket felhozott belőlem az a tábor, ugye amikor én csapatban gúnyóztam, nagyon szerettem őket, és ugye felidéztem ezeket az emlékeket, összekapcsoltam a csapattal, hogy milyen volt ott egy családban lenni, milyen biztonságban éreztem magamat, és a srácokkal is, és voltak pillanatok, amikor úgy éreztem, hogy ugyanúgy elfolytom magamban ezeket az érzéseket, és nem fogom tudni ezt megmondani nektek, hogy mi zajlik le bennem. És aztán láttam egy olyan belső küzdelmet láttam egytől egyik mindenkiben, amit talán eddig még nem tapasztaltam, ami belülről jön, ami nem a képzettségről szól, hogy ki hogy bunyózik, hanem hogy ki mit tesz bele, ki mit tesz le azon a szőnyegen, és egyszerűen úgy voltam vele, hogy ha valahol, akkor ebben a csapatban szeretném megosztani ezt a mélyről hozott dolgot, és hát ugye egészen pontosan érzést, érzelmi csomagot, amit régóta cipeltem, úgyhogy nagyon inspirált csapat, és nagyon-nagyon büszke voltam, hogy a tagja lehetek. De talán úgy gondolom, hogy azoknak ajánlanám, akik elég bátrak ahhoz, hogy megmerjenek nyílni, hogy sebezhetővé válja, akik megengedik azt, hogy sebezhetőnek lássák őket, nem tartják maguk előtt azt a páncélt, azt a maszkot, amit a mindennapokban, akik oda merik tenni, igenis, hogy van bennük félelem, van bennük olyan érzés, amit nem mondtak el, amikor kimondanának valamit, de megcsuklik a hanguk, hogy ezt talán nem kéne, de ott a bátorság bennük, hogy igenis, akikkel eljönnek ebbe a táborba, és megosszák ezt az élményt velük, azok elé oda tegyék, és elmondják neki. Azoknak ajánlom a tábort, akik szeretnének felszabadulni, akik szeretnének férfivá válni. Nekik ajánlom a tábort.